Ilyen keskeny levelű kőrisfákat ültettek legutóbb az Új Élet faligetbe. Az önkormányzat programja 8 éve indult. A töretlen érdeklődés miatt ez már a második helyszín, ahol fát ültethetnek a szülők azért, hogy emlékezetessé tegyék gyermekük születését. Az Új Életfa elnevezési programunk az 2014-ben indult, ezt az önkormányzattal közösen indítottuk el. Ennek a lényege az, hogy a születendő gyermekének mindenki ültethet egy fát. 2014-ben az első helyszín ugye az Alkotás utcai játszótér mögötti terület volt, ami 2 év alatt gyorsan be is telt, ezért a Búvár utca mögött lévő területen nyitottunk egy második helyszínt ezzel kapcsolatosan. 2019-ben a kedvezőtlen időjárás, azt követően pedig a pandémia miatt maradtak el a fatelepítések. Hosszú szünet után a közelmúltban 63 facsemetét ültettek el a ligetben. Azóta új felhívást tett közé az önkormányzat. Meghirdettük az újabb akciónkat. 2020. december 1-e és 2022. június 30-a között született, illetve születendő gyermekek szülei pályázhatnak erre az akcióra, és ősszel tervezzük az elmaradt fák elültetését, illetve a mostani pályázatban jelentkezők kell közösen a fák elültetését. Az önkormányzat kezdeményezésének köszönhetően az elmúlt években összesen több mint 360 fát ültettek a nyíregyházi családok.